Következő vendégünk tehát Dúl Szabolcs, újságíró elemző, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Meglepette téged Súlyog Tamás jelöltsége, aztán majd Dörzs Tamásról is beszéljünk, de kezdjük az államfő jelöléssel. Annyiban meglepő volt, hogy azért az elmúlt napokban történt így nyilván a nyilvánosságban némi mini casting, hogy kiket mérnek fel, ki az, aki Orbán Viktornak meg a Fidesznek megfelelő legyen, és ebben tényleg elég sok mindenki előkerült. A Súlyog Tamás csak a végén jött egy számításba, tehát ebből a szempontból egy új név volt. Abból a szempontból viszont nem meglepő, hogy ő végül is egy olyan legfőbb közjogi méltósága, már lassan nem 10 éve ennek az országnak, aki tulajdonképpen egy logikus, kockázatmentes választás volt a Fidesznek és a KDNP-nek. Ez volt a fő cél, a rizikó minimalizálása? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont volt most Orbán Viktor számára, hogy lehetőleg egy olyan köztársasági elnök legyen, aki nem fog hibázni, mert azért egyszer megégette magát ez a pártcsalád, ha lehet ezt mondani, Schmidt Pállal, most Novák Katalinnal egy olyan botrány volt, ami tulajdonképpen még a Fidesz politikáját is érintette. Itt arra számíthatunk, hogy azért egy szürkép köztársasági elnöki időszak jön, olyasfajta influencer tevékenységre alig, ha számíthatunk, mint Novák Katalinnál. Tehát... Ebben az influencer tevékenységben Novák Katalin szerinted önjáró volt, vagy ez valahol cél is volt, hogy ő egy önálló karaktert építsen fel magának, és ezzel támogassa a Fidesznek a Józsarú-Rozsarú leosztását, amit ugye sokszor elmondtunk vele kapcsolatban. Hát ezeken a szinteken azért az, hogy mennyire önjáró egy politikus, ez nem így értelmezhető, mert nyilván nem egyedül találja ezeket a dolgokat ki. Azt lehetett látni, hogy élesen meg akarja különböztetni magát az elődjeitől, tehát ő tényleg egy olyan immár 21. századba belépő elnöki tevékenységet akart folytatni, ami meg akarta mutatni mondjuk az Instagram oldalán keresztül, hogy ő is ember, és süteményt süt Ferenc pápának, még hogyha alig ha hisszük, hogy kis kosztümben maga sütötte meg azokat a hókifliket. Na, ilyesmi, ablakot is pucolt. És ablakot is pucolt, nyilván, és ehhez is kosztümöt szokott felvenni minden háziasszony, de aligha számíthatunk például Súlyog Tamástól ilyesmire, ő inkább ezt a hagyományos, immár a magyarok által jobban megszokott elnöki képet akarja adni, hogy egy jogtudós, aki ül a Sándor palotában, és felelősség teljesen el tudja dönteni a jogi kérdéseket. Súlyog Tamás karaktere nehezebben támadható az ellenzék részéről? Mert ugye a kötelező köröket most tegnap lefutotta az ellenzék, hogy biogolyóstól bábjáték, díszlet, stb., de ezen túl tud-e vele ezzel bármit kezdeni, és érdemes-e ezt a technikai kérdést kinyitni, hogy közvetlen vagy nem közvetlen államfőválasztás? Ja, abszolút, tehát megkapta ezeket a jelzőket, ezt lehet mondani, hogy gyakorlatilag bárki lehet a Fidesz és a KDNP jelöltje, vagy Orbán Viktor jelöltje, be voltak készítve ezek a közlemények. Abból a szempontból azért ő nem egy pártkatona is, mint mondjuk Novák Katalin annak nevezhető volt mondjuk a fülbevalója miatt, vagy Áder János, aki azért a Fidesznek frakcióvezetője volt, ügyvezető alelnöke volt, tehát egy csomó olyan fideszes poszton volt, hogy jobban kötődött a párthoz. Súlyog Tamásnak semmilyen pártkötődése nincsen, sőt, politikai előélete sincsen, pártpolitikai előélete sincsen. Abból a szempontból tehát nem pártkatona. Van viszont egy másik rétege, az, hogy ő a NER-ben eddig milyen szerepet töltött be, és mennyire volt mondjuk építőköve annak a közjogi rendszernek, amelyben élünk most már évek óta. És ebből a szempontból az Alkotmánybíróság elnöke az egy kulcs szereplő, hiszen az Alkotmánybíróságnak a sok funkciója közül az egyik, például az, hogy a törvényhozó hatalom ellensúlyát képezi, vagyis azok a törvények, amelyeket elfogadott a parlament, az adott esetben keresztül futhat az Alkotmánybíróságon. És azért az Alkotmánybíróság az elmúlt években, az elmúlt 10 évben is gondoskodott arról, hogy ne akadjon meg a torkán politikailag kényes téma. Igen, de ugye ez már egy nagyobb szakpolitikai felkészültséget igénylő téma, hogy ezt átlássa mondjuk egy választó. Itt látják a nézőink írva, hogy reagált Törő Gábor erre a jelölésre, ugye azért citáljuk őt ide, mert ő Varga Mihályra tett nagyobb tétet, és úgy fogalmaz, hogy alábecsültem Orbán Viktort, vagy a helyzet kritikusságát.
Nyilván azt tudjuk, hogy ez egy nagyon nagy érvágás volt a Fidesznek és Orbán Viktornak, ami történt, de túl van-e rajta? Lezárta-e azzal, hogy tényleg rapid módon találtak új jelöltet, meg fogja szavazni a kétharmad? Egyik oldal, másik oldal, hogy ugye mind a ketten pontosan tudjuk, hogy nagyon sok újságíró kolléga dolgozik azon, hogy arra a bizonyos miértre választ kapjon az ország nyilvánossága, amit még mindig nem tudunk, hogy mindez miért történt. Szóval kimondható-e, hogy lezárult ez a botrány? Hát addig nem zárul le ez a botrány, ami nem zárja le valakit. Tehát itt az ellenzéken azért van egy hatalmas nagy felelősség abból a szempontból, hogy egészen addig, ameddig ezt a kérdést napirenden tartják, addig nem tekinthető lezártnak. És itt most egész pontosan ugye arra gondolunk, hogy miért kapott K. Endre kegyelmet. Hogyha ettől elválasztjuk magát, ezt a köztársasági elnök jelölés kérdését, itt biztos, hogy Orbán Viktornak egy fontos szempont volt, hogy ne legyen előtérben az államfő most a következő időszakban. Nagyon jellemző, hogy nem Orbán Viktor jelentette be ezt a jelölést. Ugye emlékezhetünk, hogy Novák Katalint a 2021 végén, éppen Csuhai Ildikó kérdésére egy kormányinfón jelölte államfőnek, most ugye ezt ráhagyta a frakcióvezetőkre, és az is világos volt, hogy Orbán Viktornak célja is van azzal, hogy az államfő az egy előtérben lévő, a nyilvánosságot használó, olykor egy más hangnemben beszélő valaki legyen. Súlyog Tamástól ilyet alig, ha várhatunk. Ugye beszéljünk azért az EP lista vezetőről is, mert hogy ott is nagyon nagy érvágás volt a Fidesznek, hogy nem Varga Judit tölti be ezt a pozíciót. Egyébként ő az, aki teljesen eltűnt, tehát még annyiban sem reagált az eseményekre, mint Novák Katalin, amikor lemondott. És újra előkerült Dajcs Tamás. Ez mennyiben meglepetés? Mire utal ez a listavezetés? Imádni fogod ezt a választ, mert hogy egyszerre meglepő és nem meglepő. Annyiban nem meglepő, hogy azért Dajcs Tamás egy olyan arca a Fidesznek, aki tényleg egy régi motoros, sokat látott, sokat kipróbált, ismerik őt tényleg országszerte, tehát képes mozgósítani a Fidesz táborát. Annyiban viszont, hogy meglepő ez a választás, hogy Orbán Viktornak hatalmas nagy, nem titkolt európai vágyai vannak abban, hogy ő milyen küzdelmet szeretne folytatni, és Varga Judit, akit gyakorlatilag ugye a magyar nemzetben már listavezetővé tettek jó pár hónapja, azért egy olyan felkészült harcias politikusa volt a Fidesznek, akire rá lehetett bízni azt a feladatot, hogy ő fogja Európában, meg az Európai Parlamentben majd a Fidesz érdekeit képviselni. És Dajcs Tamásnak bármennyire is európai parlamenti képviselő már jó ideje, azért nincs meg ez a kapcsolatrendszere, respektje és kiállása, hogy belőle nézzük majd azt ki, hogy ő lesz. De akkor ez egy káderhiányra utal? Nem is a káder hiányra, mert vannak azért olyan fajsúlyos képviselői a Fidesznek, most csak tényleg Gál Kingára gondolok, vagy Győri Enikőre gondolok, aki azért egy nagyon is beágyazott, több nyelvet beszélő, igen fajsúlyos egyéniségei mondjuk a Fidesz listának. Dajcs Tamás viszont jobban mozgósít. Tehát itt, ha leegyszerűsítem a két szempontot, kifelé, az uniós álmoknak akart Orbán Viktor most tulajdonképpen kiszolgálni ezt a dolgot, vagy befelé akart szólni. De ebből az is következik, hogy szükség lesz komolyabb mozgósításra. Nyilván a magszavazókat nem kell mozgósítani, ők ott lesznek, de a bizonytalanokért komolyan kell küzdeni a Fidesznek ezek szerint? Szerinted? Ezért Dajcs Tamás? Ugye Orbán Viktor mindig elmondja, hogy minden szavazatért meg kell küzdeni. Én azt gondolom, hogy ha szigorúan a belpolitikai viszonyokat nézzük, egy Dajcs Tamással jobban tud a Fidesz mozgósítani, mint mondjuk egy Gál Kingával. És az ellenzék? Pont azért, mert mutogat Dajcs Tamásra, hogy na ő biztos ne képviselje uniós szintéren Magyarországot, ilyen szempontból nem üthet vissza? Hát ezen már túl vagyunk, mert Dajcs Tamás azért elég régóta ott dolgozik az Európai Parlamentben, és európai politikusként is megnyilvánul, és már annyi mindennel támadták Dajcs Tamást, hogy ilyen szempontból ez is egy biztonsági játék, hogy nagyon új dolgok már alig ha derülhetnek ki. Köszönjük szépen! Köszönöm!